Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a Blockchain tudásforrás. Én Pinke Attila vagyok, és a mai videóban arra fogok beszélni, hogy bizony a Circle bejelentette, hogy megszünteti a USDC mintelését a Trón hálózaton. Aztán a második hír, amiről beszélni szeretnék, hogy a OneX Bitcoin Spot ETF-jének a volumenje 2200 ot ment fel egy nap alatt, csak kedden erről is beszélnék, valamint arról, hogy az utóbbi most egy-két napban mi mozgatta ugye az AI tokeneket, hiszen láthattuk, hogy azok rendesen elindultak. Nos, erősen összefügg az Nvidia negyedik negyedéves jelentésével, ami igencsak jól sikerült. Szóval Ezekről lesz szó a mai videóban, lesz kérdez róla, és ne felejtsd, hogy minden nap hozom a legfrissebb kriptós blokklánc itt a Blockchain Hangeri YouTube csatornám. Szóval, akkor iratkozz fel, hogyha te napra kész akarsz lenni kriptóba, ha látni akarod az összefüggéseket, képben lenni a trendekkel, akkor itt a helyet, hiszen ezekről van szó itt minden nap igazából, és hogyha tetszik a tartalom, egy gyártok hasznos számodra, akkor pedig nyomj egy lájkot, azt nagyon szépen megköszönöm, mert nem csak a csatornát segíti, hanem nekem is egy tök jó visszajelzés. Na és akkor vágjunk bele! És aki tovább szeretné magát képezni kriptótére, mert nagyon sokan vagytok, tudom, főleg az újak, akik keresik, keresik azokat az információs helyeket, ahonnan még jobban képbe lehetnek, hogy még többet kihozzák ebből a piacból. Nos, nekik ajánlom figyelmükbe a blockchainbloom.com oldalt, ugyanis itt nagyon sok mindent megtaláltok, például kapásból itt van kettő könyvem, az egyik a kriptovalutákról értetően mindenkinek, két könyvem, még kiegészítve, és a második könyv, ami éppen most jelent meg, múlt év végén, a Hogyan legyél teljes sikeres a kriptóban, medvepiac és bikapiacos stratégiák, meg itt van a főkönyv, szóval ezt a hatos csomagot, ami tényleg több millió forintot érő tudást tartalmaz, most 37 ezer forintért megvásárolhatod, szóval ha tényleg szeretnél masszív alapokat szerezni, és átlátni ezt az egész kacvast, aki új, annak pláne, hogy az, annak ajánlom figyelmébe. És itt vannak online képzések is, különböző témákra bontva. Nézd meg, amelyik terület téged érdekel, vagy fontos. Ezek ezek nagyon részletes ö, ilyen ö, online képzések, és valaki ezt szereti, videókból szeret tanulni. És a harmadik dolog, amire fölhívom figyelmet, ugye a Patreon csoport. Ugyanis ö, ide meg folyamatosan teszem föl azokat a trendi dolgokat, mint például ugye az altcoin videók. Tegnap föltettem, hogy ígértem már a 25-et a sorban. Ugye mi itt a Patreon-ban elkezdtük már az altoknak, altokba való befektetést 2023. áprilisától, tehát egy korai időszakban, hogy még nagyon jó pozíciókat fogjunk, ezt ugye mostanra érezzük, de folyamatosan itt vagyunk a Bika piacban, és most is hoztam egy új kicsi altot, ami szerintem ígéretes lehet, Mindenképpen ez is egyébként az AI területhez köthető, és úgy gondolom, hogy most volt benne egy jó lehetőség is. De itt vannak heti elemzések minden hétfőn, itt tudsz nekem személyesen írni és tőlem kérdezni, 24 órán belül válaszolok. Vannak Patreon találkozók, két havonta márciusban lesz a következő, rengeteg-rengeteg minden van, szóval, hogy a VIP tag vagy például, akkor minden tartalmat látsz vele. Na és akkor nézzük meg, hogyan is néz ki a piac. Bitcoin 0,6%-ot ment felfele, 5169 dolláron, itt írjunk 2,27-et, 2.984 dolláron. Ha megnézzük a nap nyertesét, akkor ez uh, my coin, talán ezt nem is ismerem, 42 000 000 ot ment fölfelé, Singularity Net uh, 31-et és Worldcoin 24-et, itt van tárgyat a Render Graph, csomó minden itt az AI-hoz köthető most, ezzel kapcsolatos lesz az egyik hír is, valamint a vesztesek között 7%-ot esett a Stacks, Arwave 4 és Leo 3, tehát igazából nincsenek nagy vesztesek, ha megnézzük a Bitcoin gyertyacsártot, akkor ez a trendvonal egyelőre még tartja magát jól. A Bitcoin tényleg oldalaz az jelen pillanatban. Ez a fajta oldalazás, most ide, ide most nem tudok olyan, mint, mint, itt volt ugye ezt a fajta háromszöget berajzolni, itt minden irányban még mehetünk. Tehát itt egyelőre lehet az, hogy, hogy akár egy kicsit lefelé, vagy felfelé. Könnyen lehet, hogy itt most Azonban februárban itt eloldalazgathatunk, ez is benne van a pakliban, valahol itt 50 ezer és 52 ezer között, vagy esetleg, ha nem kap olyan lendületet a piac, akkor, akkor lehet egy, egy, egy kisebb korrekció is. Ezeket nem lehet igazából így tutira tudni. A nagy trendet nézem, nekem egyelőre ez a fontos, ezeket a napi dolgokat, mert nem vagyok daytrader, ezzel annyira én nem foglalkozom, hanem azt nézem, hogy mi a főtrend. És a főtrend az jelen pillanatban egyértelműen bikás. E, igazából ez érdekel engem itt a befektetések szempontjából. Na, és akkor jöjjön az első hír. Az első hír pedig azzal kapcsolatos, hogy bizony a Circle bejelentette, hogy a USDC mintelését megszünteti. A trónhálózaton. A stablecoinokat erő szeretettel mozgatták az emberek a trónhálózaton. Miért? Mert gyors volt és olcsó. Ugye a USDT és USDC forgalom is igencsak szép volt rajta, viszont most a Circle bejelentette, hogy ennek az időszaknak az ő részükről vége van, ugyanis megszünteti, nem folytatja, pontosítok, a mintelését a USDC-nek a trónhálózaton. azok azok pedig az, hogy biztosítsa a USDC megbízhatóságának megőrzését. Magyarul ők nem bíznak Justin Sunban és a trónhálózatban, hogy ez itt jó helyen van, és fel is szólították azokat, akik tartanak USDC-t, és a trónhálózaton teszik ezt, mondjuk a tárcájukban, hogy mindenképpen utalják be a váltóra, váltsák át egy olyan hálózatra, amit támogatnak, és inkább abban tartsák, mert ők tovább már nem támogatják a mintenését a USDC-nek a trónhálózaton. Ezzel kapcsolatban a Feather nem is erősítette meg, és nem is tagadta, tehát igazából sehol nem állunk, Tether szinten, hogy hasonló történik majd a USDT-vel, tehát hogy ők is, ö, na, ők is azt mondják, hogy mintelés leáll a trónhálózaton, azért ö, akkor itt egy jelentős stablecoin vándorlás lesz majd, ö, mert sokan használják a trónhálózatot, pontosan a kedvező feltételek miatt, de a Tether részéről még ilyet nem erősítettek meg. Na, ez volt az egyik hír, ami szerintem fontos, hogyha te is esetleg mondjuk a, a trónon utaltad ki a USDT-det például a Ledgeredre. A második hír, amiről beszélni szeretnék, hogy a OneEgg Bitcoin Spot ETF-je rekordot döntött kedden, ugyanis a volumen 2200 ot emelkedett egy nap alatt. Továbbra is népszerűek összességében a Bitcoin Spot ETF-ek, de a volumen az egyiknél kiemelkedő volt, mármint annak a növekedése. Ez pedig nem más, mint a vaneknek a Bitcoin Spot ETF-je. Egy nap alatt kedden 2200%-ot növekedett. Ez azt jelenti, hogy a HODL, mert ugye ez a tikerje, 400 millió dolláros volumennel rendelkezett kedden. Ez egy 22-szerese a tizen... 7 milliós napi átlagnak amit ugye eddig tudtak. Azok pedig nem más, mint hogy bejelentették, hogy szerdától csökkenteni fogják a tranzakciós díjat 0,25%-ról 0,2%-ra. És természetesen sokan vannak úgy vele, hogy ja, ott olcsóbb, hát akkor menjünk akkor oda, vagy csináljuk akkor ott. És amire egyébként a Twitteren a Bloomberg elemzője Erik Balcsúnesz fölhívta a figyelmet, hogy ezt a volument bizony 32 ezer különálló kereskedés eredményezte. Tehát nem egy nagy befektető tolta meg az egészet, hanem ez bizony a kis befektetőkhöz köthető. Tehát lehet látni, hogy ők is kezdenek megjelenni a piacon, részt venni ebben az egészben. És bizony ennyire számít, hogy milyen tranzakciós díjak vannak ennek is köszönhető ugye a Grayscale magas tranzakciós díjának, hogy kiáramlás ugye rendesen megindult eh, onnan, ami ugye, jelentősen csökkent a kezdeti dolgokhoz képest, és természetesen ez is véges, tehát előbb-utóbb már meg fog a kiáramlás, ezt ki kell bekelni, mert ez az egyedüli, ami negatív a, a balance sheeten, eh, mindegy másba egyébként pedig folyamatos pluszos beáramlás van. Ha a bitcoin spot etf -et nézzük. Na, és akkor a harmadik mára az pedig az, hogy mitől is indultak most meg? Úgy az AI inok -ok, láthattuk, hogy ö, jelentős százalékokat tudtak maguknak. Ez pedig részben az NVIDIA-nak a negyedik-negyedéves jelentése miatt van, aminek köszönhetően maga az NVIDIA részvénye is persze nagyot ugrott. Az Nvidia-nak a sikere kihat mindenképpen a tech és az AI szektorra. Ezt láthattuk is most, hiszen kijött a negyedik negyedéves jelentésük, ami január 28-án zárult le igazából, és ennek köszönhetően maga a részvényük is, ugye igencsak nagyot ugrott, itt ezt uh, látjátok, majdnem 10 százalékot, um, mert bejelentették, hogy az utolsó negyed évben, 22 százalékkal magasabb bevételt produkáltak, mint az azt megelőző negyed évben, és 265 százalékkal magasabb bevételt, mint egy évvel ezelőtt. A tip pedig előre, tehát a jóslat az volt, hogy 208 körül lesz itt az éves, tehát jóval jobban teljesítettek, és ezt, ennek köszönhető volt, hogy az AI-hoz köthető akár ö, részvények, vagy éppenséggel ö, kriptovaluták is nagyon ö, szépen megindultak. Hogyha megnézitek, ugye, ez itt az AI szektor, ö, direkt csak AI kategória, és lehet látni, hogy az elmúlt 24 órában minden AI token nagyon szépen, mert nézzétek szinte itt, itt, itt a szektorban nincs is kivétel, hogyha még megnézzük a hétnaposat, akkor ugye az ott, ott még nagyobb számokat lehet látni, sokszor nyilván, mint az egynaposon, bár valamikor az egy azt tudja, mint a, mint a hétnapos. Uh, igen, szóval továbbra is, uh, ugye, a vé... én nem csak személyen véleményem, természetesen, hanem mások is így gondolják, vagy sokan így gondolják, hogy az egyik fő narratíva ebben a bika piacban az AI lehet, és uh, mert ez most egy ilyen hot topic, amivel sok mindenki foglalkozik, jönnek ki a különböző fejlesztések, és az ehhez köthető, kapcsolódó részvények, kriptovaluták ennek az előnyét élvezik. Na, ennyit akkor a hírekről, és akkor menjünk át a kérdezfelek robotra. És ha kérdésed van, akkor bátran a napi videó alá bedobhatod, de nem csak azt, hanem plusz információnak is örülünk, ami segíti ezt a közösséget. Van-van jó építő kritika, bármi ilyesmi hasznos számunkra, azt nyugodtan ott meg tudod osztani. Volt egy kérdés, hogy szia Attila, állapítsák meg, hogy állapítsák, állapítják meg a Fear and Greed Indexet mi alapján, mivel mindenhol más, ugyanúgy, mint a BTC dominanció indikátor, ha bár hasonlóak, és várjál ide, most kitettem egy oldalt, igen, ez volt az. Egyébként te is simán rákeresett itt, ez fog segíteni. Egyébként ez a, a, a crypto.com oldalon van egy ilyen leírás, hogy how is a crypto fear and greed index calculated, tehát hogy ezt hogyan is számolják ki. Ugye itt van a hagyományos, tehát hogyha a tőzsdét nézzük, és kicsit ránagyítok, majd legfeljebb, hogyha ha nem akarsz külön rákeresni, akkor megállítod a videót, és akkor itt tudsz szemezgetni. Nem fog baromi részletesen végig menni rajta, mert az lehet, hogy így hosszú lenne, de például nézd meg, hogy itt a hagyományosban van a, 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 részt, több szempont alapján csinálják. A hagyományosnál, ha jól emlékszem, hét darab szempont van, várjál, három, igen, hét, hét szempont van, mint például a piacnak a volatilitása, ez pedig az 50 napos mozgó átlagra épül, akkor itt van a Stock Price Monument, ami ugye összehasonlítja az indexet a 125 napos mozgó átlaggal, tehát különböző adatok alapján, és abból gyúrják össze a kriptó esetében, itt többféle módon lehet, ez például One buy ez az Alternative Me, ők például így számolják ki, hogy a volatilitásnak a súlya az egész, itt, ja, itt teljesen egyenlő ö, arányban vannak elosztva a dolgok, tehát mindegyik annyit ér, 0 és 100 pont között van ö, pontozva a hagyományos tár. a kriptónál pedig ugyan a volatilitás 25%-ot kap, de itt van, látod, hogy a social media is kap 15%-ot, hogy milyen érdeklődés volt a bitcoin iránt a social médiában. Aztán e, itt van a különböző ugye, trends, a Google trend, az is kap e, 10%-ot, a dominancia, tehát hogy az emelkedés a Bitcoin dominanciának, az általában ugye a félelmet jelenti, hogy ugye, abba e, menekülnek át, az is 10%-ot kap, tehát itt van, e, de épp mondom, ha erre erre, ö, erre hogy how is crypto fear and greed index calculated, csak ezt beírod Google-ba, rákeresel, akkor még több verziót is találsz, akkor erre. Tehát így számolják ezt nagyjából ki. Következő kérdés. Szerinted kb. mekkora lehet az a havonta kriptó befektetésre szánt összeg, aminek egy hányadát VIP Patreon tagságra költve már pozitív ö, ROI generál tehát mely havi összegnél éri meg még ingyenes tartalmakból tájékozódni, és inkább befektetni a patreon elköltendő pénzt, illetve hol a forduló pont. Persze a tudás megfizethetetlen és elvehetetlen, de kíváncsi vagyok, te hogyan gondolkodsz. A Patreon-soktól is várom a véleményt, nyugodtan ti is egyébként akkor ö, ide még írhattok akkor neki. Ahogy én gondolkozok, és most kicsit egy pillanatra hat függetlenítsek a, a Patreon-tól, hanem én általában hogyan közelítem meg ezt a dolgot? Úgy közelítem meg, hogyha még kevés ö, forgatható pénzem van, az azt jelenti, az én olvasatomban, és hogyha kriptózunk, hogy akkor még nem vagyok egy OG ebbe a kriptóban, mert még különben, ha itt lennék és ügyesen csinálnám, jól csinálnám, akkor ö, már ugye ilyen csak szépen állna az embernek a portfóliója. Ebben az esetben, és ez nem csak a kriptóra vonatkozik, hanem minden másra is, én abszolút először mindig a tudásba fektetek. Tehát olyan területekre, felületekre én is képzések, kurzusok, könyvek, mentorálások, és még sorolhatnám, hogy legyen egy masszív tudásom. Tehát nem rögtön az altokba való befektetések kezdtek, hanem rögtön azzal, hogy, hogy milyen tudást tudok szerezni ehhez ugye nagyon-nagyon sokat segít. Sőt, az altokba való befektetés elsajátításában is nagyon sokat segítenek az altcoin videók, a különböző szempontok, a milyen elemzések, a mit miértek. Tehát ez, ez nagyon sok mindent ad. De hogyha úgymond forintosítanánk az összeget, és ha belegondolsz abba, hogy mondjuk kettő altba beleteszel 30-30 ezer -30 forintot, tehát ugye itt most nem ilyen, tehát ilyen 100 dollár körül összegről beszélünk, tehát nem több százerről, meg így, akkor belegondolsz, hogy igazából, ha ez a 60 ezer forint, 30-30 ezer forintod, nem csinál mást, csak meg magát, akkor nagyjából már, sőt bőven, be is jött a Patreon VIP tagságnak, amiben mindent látsz, az egész éves díja. Ez azt jelenti, hogy ha több mint 60 ezer forintot teszel ugye, a kriptóba, és ugye akkor minden más, pedig grátis. Arra nem beszélve, hogy ott tudsz tőlem kérdezni, hogyha elakadnál, hogyha még ennyire az elején vagy, és még nem csenek kiforott dolgok, akkor, akkor ez egy nagy Jolly Joker, mert általában az, van, hogy az emberek nem tudnak kihez fordulni. Én 24 órán belül válaszolok neked, és ezébként a, eddig a kérdések tényleg azt mondom, 98%-át mindig meg tudtam válaszolni. De nyilván én is ember vagyok, lehet, hogy bizonyos területhez mondjuk nem értek. De, de ez nem szokott általában lenni. Aztán ugye ott vannak a, a többi alt videó, ha még e fölött, a 60 ezer forint fölött is még te befektetsz abban az évben, akkor azok már mind plusz termelnek, de először mindenképpen a tudást megszerzésének van értéke, és itt a napi videókban, a napi hírekről van szó, a különböző trendekről, erről arról ott, viszont blokklánc alapú ö, elemzése a különböző altoknak az átnézése, oktató videók, ö, cikkek, tehát nagyon sok minden ott van egyben, a Patreon találkozók, exkluzív előadásokkal ugye mindig a szakmából a legjobbakat szoktam oda ö, meghívni. Tehát annyi pluszt kapsz, hogy én úgy vagyok, hogy először mindig áldozunk, de most kihangsúlyozom, hogy nem a Patreon javára beszélek, mert ha másnál találod meg, mert azt mondod, hogy figyelj te nekem nem vagy szimpatikus, tök elfogadom a dolgot, persze, hogy nem vagyok mindenkinek szimpatikus. Menj egy olyanhoz, akinél ö, látsz ebben fantáziát, és aki azt mondott, hogy na jó, vere, tudnék ilyen szempontból akkor együttműködni. Legyen ez külföldi, legyen ez magyar. Tehát most nem azt mondom, hogy gyere hozzám nekem, én nem gyűjtöm ott a, a, az embereket. Azért hoztam létre, az a tudás, amelyen rendelkezem, azért hoztam létre, hogy akit érdekel, az is tudjon azokból a dolgokból ö, kamatoztatni, és a saját kriptos tudását tovább polírozni, a portfólióját tovább magasabb szintre emelni. De, de, ez nem egy kötelező dolog, ez egy választott dolog. Én így is úgy is csinálom a befektetésémet, csak ott pluszban ugye megosztom veletek, hogy mások is ö, rálássanak erre a dologra. De ha te mással szimpatizálsz, másnál fogod. A lényeg az, hogy a hozzáállásod a dolgokhoz, legyen az, hogy először áldozunk a tudásra, utána a befektetésre, ne fordítva, mert az emberek csak tudás nélkül öntik be a pénzt a kriptóba, akkor az valószínű, hogy bukás is az. mi a vége, hogyha nem menekülsz és azt mondod, hogy soha többé kriptó, hanem azt mondod, hogy oké, okay, maradok a kriptóban, akkor szoktak megjelenni nagyon sokszor még nálam, és azt mondják, hogy jó, figyelj, ez volt a tanulópénz, elbuktam egy csomót, akkor rakjuk helyre a dolgokat, beszéljük át, rakjuk ki a jó alapokat, újrakezdés, tehát hogy ö, spóroljuk meg azt a fajta tanulópénzt, én úgy vagyok vele, de a döntés saját felelősségre a tiéd. Nos, nekem meg lassan indulnom kell, szóval ennyit akkor mára, ne felejtsétek el, hogy ha fontos számodra, hogy a kriptóban napra kész legyél, abban az esetben iratkozz fel erre a csatornára, hiszen látod, visszamenőleg több mint 2000 videó fönt van, három és fél évnél több, most már az idő mióta ezeket folyamatosan gyártom, short videók, hosszabb videók, tehát azt tudod, hogy itt mit találsz, minden nap megkapod itt a friss információkat. És hogyha tetszik a tartalom, amit gyártok hasznos számodra, abban az esetben köszönöm, ha megnyomod a lájkot, hiszen nektek csak egy mozdulat, viszont segíti a csatornát, nekem egy tök jó visszajelzés, és akkor találkozunk a következő videóban. Sziasztok!